Kenderesi Tamás neve jól cseng a sportolók és a sportot kedvelők körében, különösen mióta bronzérmet nyert Rióban 200 méteres pillangóúszásban, de lassan egyik öccse Péter is kivívja magának a figyelmet, igaz egy másik sportágban, cselgáncsban. A testvéreket Skype-on értük utol. Sziasztok, hallottok minket? Igen, jó reggelt! Igen, jó reggelt. Hát amikor mi elkezdtünk beszélgetni, azért látszott, hogy ott mögöttetek zajlik az élet, a család ide-oda rohangál. Hogyan zajlik ilyenkor egy reggel nálatok? Hát mindenki föl kell korán, főleg a Lóri, mert ő ilyen, nem tudom, sokat szeret magával foglalkozni, és még megfürdik, meg hajat csinál, meg inget vasal, mert most az az új, hogy ingbe jár egyfolytába, úgyhogy ő így elfoglalja mindig a fürdőt, hát én meg mondjuk egy órában előbb már elhagyom a házat, úgyhogy, ja. Akkor most tulajdonképpen jó, hogy hívtunk téged, mert akkor nem kellett edzésre menni. Igen, szerencsére. Bár mondjuk könnyű lett volna, úgyhogy ez még belefér. Egy hosszú edzőtáborból érkeztél haza, Tájföldön voltál, ha jól tudom. Igen, 3 hét volt. Ugye így januárban minden kezdett nehéz, mert ugye a téli szünetről jöttünk vissza. De jól sikerült szerintem az edzőtábor. Talán jobb vagyok, mint egy évvel ezelőtt ilyenkor. Úgyhogy ez mindenképpen biztató. Péter, hogy bírja ilyenkor a család, amikor Tamás nincsen otthon? Szabadabb a fűtőszoba. Hát nehezen, mert azért hiányzik, hogy távol van, de azért tudjuk, hogy ez kell neki, mert hogy kell az edzés is. De persze azért hiányzik itt is nekünk. Na ugye azért már Lóriról is hallottunk, és ő is úszik, ha jól tudom. Péter, te hogy a cselgáncsot választottad? Miért nem mentél ebbe az irányba? Hát én alapból sem szerettem annyira az úszást. Régen még karatéztam, de úgy az alkatom volt a meghatározó, ami miatt nem úszok. Hát kimondottan utált úszni. De azért próbálkoztatok vele egyébként? Tehát vitted őt magaddal? Ja, hát így nem. Hogy is volt? Már nem tudom. Már régen volt ez, amikor így úszogatott. De mennyit úsztál? Hány évet? Nem tudom. 5 talán. Egy 4-5 évet úszott, és utána már ki is lépett a rendszerbe. Egyébként a sport az nálatok egy ilyen családi hagyomány, hogy mindenkinek sportolnia kell, vagy honnan jött, és egyáltalán mikor vált ennyire komolyá? Hát... ez ilyen alapvető elképzelés így a szüleink részéről, hogy mindenki sportoljon valamit. Nem kell feltétlenül így élvonalbeli sportra gondolni, de mindenki sportoljon egy kicsit, és igazából ennyi. Meg hogy tanuljunk meg úszni. Így ez volt az első gondolat, és akkor valakinél megmaradt az úszás, valakinél nem. De Péter, azért ez sikerült? Valamilyen szinten azért megtanultál úszni, vagy az első pillanatok kezdve menekültél a vízből? Hát persze megtanultam úszni, de nem a kedvencem volt, amikor le kellett menni, bemenni a jéghideg vízbe, aztán ott menni. Amikor elkezdted a többi sportot, vagy próbálkoztál a cselgáncsal, akkor vitt az, hogy Tamásnak mennyire jól megy, vagy miért mentél ebbe az irányba? Csak azért, mert mondták, hogy valamit sportolni kell? Hát mondták is, hogy valamit sportolni kell, de bennem alapból meg volt az, hogy én valamilyen sportot fogok űzni. És milyen szinten szeretnéd? Ugye a lényeg az, hogy egyre jobb eredményeid vannak, sőt a nálad 3 évvel idősebbek korosztályát is már szinte megvered, vagy hát legalábbis nagyon jó vagy benne. Tehát látszik, hogy ez neked úgy fekszik, ez egy jó kis sportági választás volt. Hát, neked mi az elképzelésed? Hát szerintem én ezt végül akarom vinni, ahogy a Tamás csinálta ezt az úszással. Minden nehézségével, fáradtságával és esetleg lemondásával együtt, mert azért rengeteg edzést igényel, gondolom én. Hát persze, most heti 5 edzés van, minden nap másfél óra, és így kicsit nehéz a tanulásra ezt összehangolni, de azért nagyjából megy. Azért arra gondolok, hogy fiatalabb testvérként lehet, hogy azért választottad ezt a sportot, mert azért ki kell harcolni a helyedet magadnak otthon, nem? Hát persze. Szó szerint. Hát, na, és most még mindig ők az erősebbek, vagy azért most már oda tudod tenni magad te is? Megy otthon egyébként a verekedés?
Nem, én csak ott, amíg küzdök, de oda meg nem jönnek föl velem. Mennyire Hát tudját, amikor, mondjad? bocsánat, amikor elkezdett judózni még az elején, akkor egyfolytában jött, hogy Tomi, gyere, gyakoroljunk, ezt a dobást tanultam, így védekezzél meg, mit tudom én, aztán itt kinyílt a szőnyegem nagyjából minket. De hát imádja igazából. Én mindig, amikor lemegyek az edzésére, mert én pont úgy végzek, hogy még meg tudom nézni nagyjából, akkor mindig látom rajta azt, hogy nagyon elszánt, és néha így látom magamat benne, úgyhogy ez így nagyon jó. Nagyon összetartó család vagytok. Mennyire tudjátok egymást segíteni? Tamás, itt most inkább a te feladatodra lennék kíváncsi, mert mégis az idősebb testvér talán inkább segít a kisebbekben. Akár hozni-vinni, nem tudom, ha ott vagy az edzésen, akkor talán ebben is segítesz. Ja, hát igen. Amikor engedi időm, akkor lemegyek, bár most így az utóbbi időben nem nagyon sikerült, de mondjuk pont egy nap voltam, na mindegy. Amikor tudok, akkor lemegyek, meg neki azért nem mindegy az, hogy hány kiló, és azért szeret enni elég rendesen, de hát most hány kiló vagy? Hát én most ilyen 70 és fél körül mozgok. 70 kiló körül van, 13 évesen, mondjuk elég magas is. Hány centi vagy, Péter? 173 körül. Ja, szóval neki azért erre oda kell figyelni. Néha így mondjuk neki a dolgokat, ezt azért nem nagyon szereti, de mindenki próbál neki egy kicsit segíteni. De én úgy emlékszem, hogy te 66 kg-os súlycsoportban versenyeztél, akkor ezzel most hogy állsz? Hogy állandó fogyasztásba, vagy amikor jönnek a versenyek? Nem, mert most ugye mivel kocsportot is váltottunk, ezért a súlycsoportok egyen följebb elcsúsztak. Szóval most váltottam egyet, és most 73 kg-ban versenyezek. Váó, akkor még van ott egy kis luk, amit még lehet enni. Egy keveset, nem? Van. Egy kis pizza. Hogyan tudtok kimenni egymás versenyére? Mennyire tudjátok akár élőben, akár ugye Tamás esetében egyszerűbb a tévében nézni? Hát a Tamást azt szinte mindig megnézzük, szóval minden versenyénél ott vagyunk. Hát nem ott vagyunk, hanem megnézzük videókon. Meg hát azért figyeljük az ő versenyeit is. Az enyémen pedig legtöbbször eljönnek, ha Tamás ideje engedi, akkor ő is eljön, de az ritkább egy kicsit. Na akkor most nézzük egy kicsit, ugye benne vagyunk nyakig, Tamás, a te esetedben a felkészülés időszakban, de hát mi következik majd? Mire kell készülnöd? Mi az, amikor a formába kell hoznod már magad? Már most ez hozzám szól? Igen, igen. Lesz majd még egy versenyem most hétvégén, Hódmezővásárhelyem. Ez egy kisebb felkészülési verseny, de egy éve ilyenkor Nicában voltam, ott egy egész jó időt sikerült úsznom, világranglista első időt, 1.55-2-t, ami azért tényleg nagyon erős. Jó lenne, hogyha valami hasonlót tudnék most is úszni, de majd meglátjuk, nem tudom, most annyira nem készültünk erre, legalábbis eddig nem. Március végén lesz az országos bajnokság. Most már azért belépett még egy srác a magyar élmezőnybe, a Milák Kristóf, és így most már elég sokan vagyunk pillangósok, akik így Európa szinten is a top 8 már beférnek, legalább 5-en. Úgyhogy nem lesz annyira könnyű dolgom, és akkor augusztusban lesz majd az EB. De mintha azt hallottam volna, hogy mondtad, hogy most már nagyon jó formában érzed magad, hogy jól sikerült azért ez a felkészülés, legalábbis hát eddig. Igen, az utóbbi időben nem volt betegségem, most már nagyon régen, úgyhogy remélem most már nem is lesz, és így kikerültem mindent. Az edzések meg egész jól mennek, úgyhogy bizakodó vagyok. Mi az, amivel ilyenkor esetleg változtatni lehet, vagy mindig monoton ugyanolyan, vagy mindig vannak újdonságok, amiket be lehet az edzésbe vonni, mert azért az úszás azért elég monoton sztori. Hát ugye igen, tehát a feladatokban lehet kicsitíteni a dolgot, de ami igazából bejött, azt szerintem azt kell gyakorolni, meg azt kell végigvinni. Most próbálok egy újabb technikai elemet gyakorolni, ez az egyes levegő. A lábkarnak az összehangolása itt azért nem mindegy, meg a fordulóim szerintem sokat javultak. December decemberben az EB harmadik lettem a rövid pályán,
úgyhogy az is már sokat jelent. Úgyhogy érzem a javulást, remélem, hogy ez majd hosszú pályán is mutatkozni fog. Na hát majd megnézzük természetesen. Péter, neked milyen versenyek jönnek majd most, mire készülsz? Hát most nyáron lesz egy diákolimpia, meg egy országos bajnokság. A saját korcsoportomban az vasárnap volt a diákolimpia, de most így az egyen idősebbeknél lesz még. Most arra készülök ezekre. Az edződ, Kersics Antal, talán jól mondtam, azt mondta, hogy valami nagyon érdekes becenevet mondott rád, Grizzly vagy? Vagy nem is tudom, mit jelent ez? Miért hívnak így téged? Nem úgy nézel azért ki, tehát hiába mondod itt a kilókat, azért inkább erős vagy, mint sem mondjuk túlsúlyos lennél. Hát mondjuk itt a mozgás is belesegít, meg azért itt az edzésen több becenéd is hangzik emberekre, és akkor ezeknek így a kombinációjából jött ez a Grizzly. Na hát remélem, hogy ezt majd megismerik az egész világon, nem csak Magyarországon, és nem csak a szűk körödben, akik ismernek téged. Úgyhogy nagyon szépen köszönöm, hogy a rendelkezésünkre álltatok, és egy kicsit adtatok ebből a mai reggelből nekünk. Hát sok sikert kívánok mind a kettőtöknek. Köszönöm szépen. Köszönjük szépen.